Rárg! Vagy nem tudom. Rárgi! Hörgés! Van egy üvegföldem, van egy üvegföldem. Ha most megtalált elsőre, 5 perc alatt véged van, Dani? Na, srácok, szóval nincs más dolgunk, mint igazából megtalálni a többieket, ugyanis egy elhagyatott szigeten vagyunk, ahol a többiek elbújtak a kalózkincsemmel, és meg kell őket találnom, és szét kell őket lőnöm. Sose fogsz, megint azzal a jó fegyverrel játszunk? Nem, most egy ilyen arany revolverrel. Jaj, ne. Kalózokhoz híven. Ho-ho-ho, srácok, szeretnétek velem, Szabival vagy Husival karácsonyozni? Akkor csekkedök fel a patreon.hu-ra, ugyanis bekerültek a vadonatúj nagyon-nagyon menő karácsonyi mintás termékeink, illetve lehet ugye plüssöket is rendelni belőlünk. Szóval srácok, siessetek, ugyanis már nem sokára karácsony, és ha ilyen menő ajándékot akartok, akkor bizony sietnek kell, ugyanis lehet, hogy nem sokára el fognak fogyni. Szóval patreon.hu, vagy pedig a leírás megtaláljátok a linket, csekkoljátok le most. Szóval igazából a lényeg az, hogy most meg fogjuk találni a többieket ezen az eljött szigeten. Elindultál már, Dani? Elindultam, igen. 3-2-1, jó, indítok stopper, csak hogy lássam, hogy hány óra alatt. Oké, nyugodtan bújkálj kis, próbáld meg. Szóval a lényeg, srácok, hogy meg kell őket találnom. Nagyon fontos dolog, hogy léci dobjatok egy like-t, ugyanis egy like, egy arany medál nekünk. Ugye a kalózkincsünket tudjátok támogatni, illetve egy hús kisnek és egy, nem tudom, pofon Szabinak. Nem igaz! Ez nem igazságos! Szóval, srácok, mindenképpen dobjatok ezzel le lájkot, illetve iratkoztatok föl, és nem is kell a 200 000 feliratkozom, ami iszonyatosan durva lenne, és egy órás bújócskát fogunk csinálni akkor. Jaj, ne! Hogyha mi van? Sőt, 24 órás bújócskát, az 200 000 feliratkozom. Egyedül, Zanit, beválasz 24 órás bújócskát, mert senki nem fog vele. Együtt majd megcsináljuk, srácok, nyugodt. Nem, nyugod. Nem, majd nézzük, te játszol szépen live-ba bújócskát, jó? Én már nem. Meglátjuk, meglátjuk. Na, várjátok a ládákat, a ládát ki lehet nyitni, de jól néz ki. Na jó, felnézek a hajóra. Jaj, ne! Miért egyből a hajóra kell felnézni? Ha nem egyből, de ha már voltam mindenhol. Szóval körbenézzünk itt a hajón, valaki esetleg a hajónkon bújt el. Ki tudja, van rá esély. Ha jó, ha nem jó. Átnézzük itt a izéket, bejáratokat. Én nézegetem közben itt így a falat is, mert ki tudja, lehet valaki egy titkos ajtót lerakott magának. Jaja. Mi az, kis, izgulsz? Nem. Csak nem izgul valaki. Én izgulok, hallottál már engem valaha izgulni? Aha. Elég sokszor. Főleg amikor megjön a postás. Főleg amikor soha nem találtam még meg bújócskába. Ja, igen, soha nem találtak még meg kis. Na jó, te kajak hova bújtatok? Hát nincsen senki itt. A legalsó szinten nincsen esetleg. Menjek innen? Miért menjek innen, kis? Mi a baj? Mi a baj azzal, hogy én itt vagyok a hajón? Lehet, hogy fordított pszichológia, Dani. Lehet, hogy háromszorosan fordított pszichológia. Hát, ja, de úgy értem, hogy most azt mondom, hogy mennyi nem, ezzel azt mondom, hogy ott vagyok. Aha. Tehát csak azért mondom ezt, hogy azt hitt, hogy én nem ott vagyok, mert rájössz, hogy valószínűleg ott vagyok, de csak át akarok verni, hogy ott vagyok. Ha jó, de mégis közben a végén ott vagyok. Mindjárt kiderül ki is, én tugrálok itt a hajó körül is, azért megnézem. Ez már a rotált. Tesó, ne kezdjél nekem itt ilyen dolgokat tanulni, mert nem tanulni jöttem ide, hanem megkeresni titeket. Csak most tudtam ki ezt a rotáltat, de úgyhogy jó. Utoljára ezt a rotáltat, ezt nyelvtanórán hallottam, nem tudom már melyik órán, de hát a rotáció, az ilyen pörgés, ugye, érted, hogy mondjam, hogy forgatás. Jó, hát nagyon idegesítő, nagyon idegesítő hangja van. Fordított pszichológia, akkor értettem én pörgős. Fizika, hogy mit tudom én már. Aha, jó, oké. Na jó, oké, szerintem a hajón nincsen senki, srácok. Szerintem 3 percet keresel, Dani, nulla siker. Igen, van egy kis gond ezzel. Ale. Na jó, oké, kiúszok akkor a szigetre, és benézek ez a kőajtó mögé. Nem. Add vissza a kincsem. Nincs kincs. Hoppá. Dick, mit csinálsz? Nincs, amivel gond. Nem, nincs. Gyere már fel, mit úszol? Meg fogsz fulladni. Szabi! Ember, mindjárt én is megfulladok. Gyere már vissza, Szabi! Mit csinálsz? Tesó, nem fogod tudni túlélni? Már túléltem. Hát te, igen, mert elúszszál, ember, a tenger végébe. Nem, itt vagyok a hajón. Ja, igen, persze a hajón. Nem vagy a hajón. Tudom, hogy nem vagy a hajón. Na jó, komolyan mondom, ilyenekkel kell húzni az időmet, nem hiszem el. Na jó, tudom, mint inkább elmegyek kiskeresni, nem hiszem el.
Tényleg, komolyan nagyon elegem van. Jó van, mindegy, lehet itt van igazából a kis. Tuti, itt van igazából a kis. Ááá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 á Jó, csak megvártam, hogy kiúszta a partra, direkt partra direkt hozzám. Köszi szépen, Szabi, nagyon jó volt, hogy... Na jó, mik ezek a titkos helyek itt? Dani, én mit mondtam neked, hogy se nem fogsz megtalálni se 5 perc alatt. Van még 40 másodpercet. Jól van, oké, akkor menj, még adjál még egy kis időt, mert most Szabival elhúztam egy csomót. Persze, amúgy ide akartam én is jönni kis. Aha. Ja, ide ne akarja jönni. Na nézzük, várjál, hova akart jönni? Új, itt egy labirintus. Oké, okay, labirintus tisztának tűnik. Hol vagy? Hol vagyok? De nem, mert nem látszik, ez a szaros glúvig. De amúgy nagyon szar, mint tele ki fogunk kapcsolni a shader-t, nem semmi. Hát amúgy jó lenne. Na jó, nem vagy a labirintusba kis? Kis. Nem tudom, de itt vagyok. Itt vagyok a labirintusba, hallod? Itt vagyok előtted, Dani. Ja, jó, ott vagyok, ott futok mögötted. Oké, okay, nem fuss, nem futhatsz. Nem futhatok, nem lehet, várjál már. Fel lehet jönni ide a labirintus tetejére. Ú, de durva helyek vannak. Na jó, wow. Nem tudom, szerintem nem mindegy, még van köv. De a kövinek Szabi keres, most mondom előre, nem én. Na, meg találtam egy tök jó helyet. Na igen. Jó, oké, okay. Kövinek akkor Szabi keres? Aha. Jó, oké, okay, biztos vagy benne? Aha. Jó van, oké, és lövöldözök itt egy random ajtót. Ó, hát itt van. Milyen meglepő. Fuss kis, fuss, fuss kis. Fuss az életedért. Menekülj kis. Jaj, de durva. Jaj, de durva. Hogy menekül, hogy megpróbálta? Jó, szép volt. Hogy nem találtál meg? Fúj, de szar vagy! Igen, mert Szabival szenvedtem, nem tudom mennyi ideig. Fúj! Na, jól van, oké. Okay. Következő keresőnk kis lesz, hajrá kis. Nem, Szabi lesz! Szabi lesz! Na, kis, odaadom a pisztolyt, nézd, itt van a revolver. Ennyi vagy kis, te vagy a kereső. Na, gyere, elloptam hol, a kincset. Hol a revolver? Elloptam a kincset. Keresd meg a mincset. Okay. A mincset. Gyere, 3, 2, 1 és bújjunk! Na srácok, mehet a lakatlan szigetes második részes bújocska! Nézzük, ahogy kis fog minket keresni! Várjál, még nem indulok el, gyorsan indítom mindjárt stoppel! Jó, van, várjál! Várjál, minek, hogy kiég rajta? Én nem, Dani, nem tudom úgy elindítani, hogy látom, hogy te 6 percet töltöttél el! Nem tudom lenullázni a stoppet! 6 perc, úristen! Kis! Na gyere és keresni inkább, komolyan mondom! Na, jó van, várjál, 3, 2, 1! Húzod itt az agyamat, próbálod, de nem megy. Próbálod, de nem megy, hátrafele megy, megy. Amúgy tényleg van egy ilyen nagyon menő kalapom, srác, nem tudom, láttátok-e? Direkt hoztam ilyen kalóz sapkát, hasonlít rá szerintem. Tök menő. Na de... Kalóz. Hagyjám, hadd sapkázzam ki magam. Na kis, figyelj, én azt mondom neked, hogy mondok ilyen, nem tudom, maximum időt. Szerintem egy órán belül nem találsz meg engem. Jó, oké, semmit nem fogok segíteni végig, de egy órát adok. Ó, egy óra, annyi időnk nincsen. Jó, kis, jó. Szedd össze magad most már. Hát igen. Majd akkor te segítesz, Szabi. Dehogy segít. Ha megtalálsz, akkor segítek. Nem! De. Szabályok. Ez Szabi döntése. Hát de milyen Szabi döntése, nem már? Szabinak nincsenek döntései, azt hiszem, azt beszéltük meg kis. Nem. Most kivételesen adom. Jól van, oké. Meglátjuk. Nézzük. Majd, hogy segíthetem. De olyan messze van kis, hogy egyszerűen már néha eltűnik, néha visszajön, látom. Hát amúgy kb. Itt vagyok a hajónál, tehát hogyha mondjuk befognád a pofádat, akkor lehet jó lenne, nagyon. Van időnk is, nyugodtan szenvedj ott a hajónál. Szabi, menj el. Mennyi vagy közel hozzám? Várj, megnézem. Messze vagyunk. 77 blokkra vagy tőle. Ez nem olyan sok, ez nem olyan durva. Hát mondjuk messze vagy, mint kis tőlem, mert kis tőlem most ilyen... Nem mondom meg. Na már én is megnézem. Pernir. Jézusom! Jó, oké. Okay. Akkor ez tényleg full easy lesz. Akkor ez itt tényleg full easy lesz, de nem baj. Sajnálunk, van időnk igazából. Easy peasy. Én amúgy bízok kisben. Kis az jó kalóz. Jó, a hajó szerintem tiszta lesz, de nem hát, tudom. Van benne valami. Ki tudja, amúgy másik szigetre lehetett bújni, srácok? Nem. Ja, jó.
Amúgy rossz pozíciót váltok. Amúgy én azt akartam csinálni, hogy akartam egy ilyen izét, könyvet el, vagy egy ilyen piros X-et elrejteni, ezt ki kellett volna ásnia. Abba talál egy könyvet, és abban le van írva, hogy hol vagyok, de hogy így nem tudom, hogy a víz alatt, vagy valami. De ez így nagyon menő lett volna. Csak nem akartam annyit szenvedni kísér. Majd szabadon mozog, lehet. Mozog, kis. Te meg maradj csöndbe. Na. Srácok, szerintem nyertünk. Mondtam, hogy egy óra lesz. Igazából nekem már nem is kell, akkor játszanom, mert... Itt lesz egy óra, 2,5 perc. Te a negyedik percnél találtad meg, azt nem Szabit, vagy valami ilyesmi. Hát nem tudom. Hát én meg tudom. Negyedik percnél, 4,5 percnél vagy, szóval te még nem találtál meg senkit 4 perc alatt. 2,5 perc. Ja, jó, oké. Addig itt dance. Bocsánat, ásítanom kellett, bocsánat, elnézést. Dance for me, Ha menj odanna, make you do it all again. Yeah. Move for me. Kirosan? When you're done, I'll make you do it all again. Na, már csak ketten be kell megszállnod. Mit rögz, Dani? Még mindig sokkal rosszabb vagy, mint én. Nem tesó, csak annyira ki akartam, valamit akartlak téged biztatni, hogy már csak ketten be kell megtalálnod a kettőből. Pedig amúgy nem is vagyok, hogy egyáltalán nagyon nehéz ilyen, szerintem. Írtam valamit. Kis, te írtál, nem? Nem, én. Ja. És nem vett észre? Nem. Jó, oké. Okay. Telibe mellettem ment el, és így... Srácok, ezt írta nekem Szabi. De ide beírom. Mondjuk ez se helyesen, de mindegy. Szóval, ja? Na nézzük, hogy vajon... Mennyire lesz kis furfangos. Furfangos ember. Hagyjad már. Kis szedd szét őket, gyerünk! Milyen blokkon állsz? Milyen blokkon állok? Nem mondhatom el. Túl egyértelmű lenne. Kő. Fűblok. A labirintus. Nem mondom el. Várjál, akkor szerintem egy blokkon állunk. Várjál. Tényleg? Várj, te hol vagy? Nem. Várjál, ezt írt a srácok Szabi. Gyorsan választok neki. Én itt vagyok. Megijedtem, azt hittem véletlen kisnek írtam le. Ja. Hát de oda sosem lenni. Hát igen. Hát főleg úgy, hogy már érted már azért. Ja. Ja, tudom. Szóval elég easy. Kis, hány percre járunk? Segíts már! 5. Már is 5, és még mindig senki. Hogy megtalálok titeket egybe, akkor még mindig jobb vagyok. Főleg úgy, hogy... És ahogy hallom itt ti nektek, nagyon jó kommunikációtok van, tehát feltételezem, hogy nem vagytok olyan távol egymástól. Hát igen, a hajóra... Ja. Ja. Igen. De miért? Hány blokkra vagytok ezért? Mondom egymástól. Nem tudom, hát várjál, most megnézem? Nézd meg nírbe. Jó. Oké. Ugrottál el, ember, itt ugrottál el, felettem, háromszor elmentél felettem. Láttam, most az előbbinél láttam, amikor most ugráltál, akkor már láttam. Na jó, oké, Szabi kiesett, ez egy kicsit gond. Ez egy kicsit gond amúgy. Szabi, ugye nem mondod el neki, yeah. Szabi, menj már innen. Ide szerinted hogy? Ide hogy jutottél fel? Hát... egyszerű. Nem volt túl nehéz, de mindegy igazából. Te megnézem. A legjobb az, hogy amúgy ide kis soha nem nézne be. Ez egy pont egy olyan hely, ahol soha nem nézne be. Aha, amúgy tényleg, ide el lehet jönni. Ja, full easy igazából. És a lényeg az, hogy már kis járt itt. Ennyit segítettem, többet igazából nem de mondok. De fölöttem nem tudom hányszor elugrott. De nem a legvégén, már azelőtt is elmentél ott, és így telibe néztelek, hogy itt elmész előttem. Hát igen, de itt is már jártál. De mert amúgy egy jó kis skined is van, tehát egy... Ja, hát igen, mondjuk a zöld skinnel Szabi szépen beolvadt. Mondjuk én a kék színnel, de nem tudom, hogy olvadok be őszintén. Te hogy, de nem fogja észrevenni. Csak szintén maga a helye jó. Nem, a sapkám biztos, ez menő. Túl jó. Segít. Na.
Jaj, mit csinálják amúgy, Szabi? Mert így unatkozok már. Vaje. Amúgy csak annyit akarok, hogy kis igazából több ideig keressen, mint amennyi ideig én őt, aztán elkezdenek is segíteni. Igen. Aha, nekem csak az a célom. Szóval kis, hogyha izé túllépted a én időmet. Már túlléptem. Tényleg? Uh-huh. Nem hiszek. Hétnél vagyunk. Nem hiszek. Kajak. Kajak? 7-24-5. Jó, oké. Megesküszöl Szabi életére? Ember, te videózol, nem tudod? Hát itt nem nézem, hogy mennyire keresek. Még nincs látod a izét, mennyi ideje keresek kb. Oké, oké. 2,5 perce. Kb. 5,5-nél volt az, hogy Szabit megtaláltam. Oké, voltál már itt, még a legelején. Jó, oké, akkor szerintem megvan, csak ott nem néztem át annyira jól. Hát igen. Van ez, már, nagyon-nagyon sok segítség volt szerintem. De ja. Szóval meglátjuk, hogy ez mennyire lesz neked elég. De hogy hallottad, mivel rád léptem kb. Hát... Szabi, amúgy egy másodpercre... Egy másodpercre nagyon megijesztettél. Főleg, hogy én legelén én láttam úgy, hogy Szabi skined volt, de úristen. Úristen. Megjelent ez egy kisként? Aha. Ezt velem is egyszer csinált ez a csíra. Hát mert rendesen nagyon-nagyon para volt, úristen. Aj, de jó, szerencsére nem az volt. Szóval, az, de azért kicsit beparáztott, ez biztos. Na kis, szabad a gazda? Szabad a gazda? Látok, hogy nagyon nem látlak, Dani. Mi az, hogy látsz? Hát látlak. Tényleg? De hogy lehet átmenni? Hogy az látsz lehetséges? Engem? Nem látsz? De látlak. Nem látsz? De. Honnan hát, látnál? Oda megyek akkor. Hát ne gyere! De, nem menekülhetsz még úgyse. Hát tesó, de nem láthatsz engem! Hogy ne látnálak? Tenger felül! Megtalálunk Indiát! De azt sem valami, hogyha felfedezzük Amerikát! Na jó van! Köszi szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban! Nem, Szabi! És akkor jön Szabi! Na srácok, gyertek, keresünk valami önmenő helyet. Srácok, éhes vagyok. Szabi, találj meg gyorsan, léci. Jól van. Kiki. Amúgy nem ez... fogsz soha. Srácok, megmutatom nektek, hol vagyok. Itt vagyok. Soha nem fog megtalálni. Na, én de bele is ültem a fotelembe és várom. Fotelbe? Aha. Hát nem fogok itt nagyon terülködni. Mondom én, kialakítottam magamnak egy tök menő bunkert. Én tökre el vagyok. Na. Kis, te merre vagy? Megnézem, hogy hol van kis. Jó, Szabi, hogyha ide jössz, úgyse jössz ide, akkor itt vagyok. Na, keressük meg, hol van kis. Jó? Úristen. Várjál, mi ez? Hol vagy? Te só, mi ez? Ez nagyon jó hely. Ja! Úristen, jó, oké. Azért ahhoz képest, hogy hányszor kellett változtatnom kíra feje miatt. Jó, oké, én követem Szabit, hogy meg fogja valakit találni. Csak kíváncsiságban. Hát téged nem tudlak így megtalálni, mert... Hát de ott bújok a helyemen, vagy hogyha bemész oda, akkor megjelennek. Hát majd bemegyek majd oda. Mi szintén akkor megjelensz, ember? Ja, esküszöm. De nem tudod, hogy... Jó, akkor visszamegyek. Nem hiszem. Na, menjen. Hogy rakjál egy ilyen PC-t legalább. Jó, itt vagyok, nyugi, nem kell izélni. Várom Szabit. Szabi, amúgy nem tudom, tehát hajón nem is voltál még. Hát még nem. Jó, mindegy, ne is gyere, jó? Elsőnek a szigetet kell jó alapot sem átnézni. Nézed, okés. Valaki ismeri a kobolyok télapot? A mit? Szabi biztos. Micsodát? Kobolyok télapó. Ja, az a reket hangú. Aha. Ne. Tudom, az is nem az a fajta zene. Yeah, dupla whisky. Nem az? Nem, oké. Okay. Nem. Az okay. A Charlie kicsoda, vagy csak Charlie? Charlie. Jó, oké, okay, mindegy, na, nem. Na, Szabi, Szabinál tartottunk és a bújócskánál. Szabi? Tryhard? Jó, lerakok ide egy NPC-t, mert én unatkozom itt így egy helybe. Akarom nézni, hogy Szabi keresgél. Jó. Így, mi? Kis, te nem raksz oda egy NPC-t? Nem akarom most felfedni magam, hogy most lerakhatok kis skinével egy NPC-t? Nem, hagyjad, jó ez itt, igen. Jó.
Jó, oké, na, megvan az NPC-m. És akkor megyek keresni Szabit. Hol van Szabi? Hol van Szabi, mit csinál? Itt lenne a hajón? Nem? Ja, hogy ott van még mindig a szigeten, úristen. Szigeten keresgél. Jó, oké, keresgél nyugodtan. Na de hol lehet Szabi? Ház már voltál párszor. Hol lehet Szabi? Merre rakott le valami... Titkos ajtót? Szerintem igen. Fix. Lehet. Tuti rakott le valahova egy kis bármi lehet. Na jó, segítek Szabi. Igen. Vagy az is lehet, hogy mivel te egy csíra vagy, és először ugrálsz a szigeten, aztán glowingba nézel engem, hogy nem oda bújtam el. Lehet. Benne van a pakliba? Hazudsz. Igen, hazudok. Hazudsz kutya, hazudsz. De miért ennyire itt nézett középen, bárhol azért lehet? Mert tudja, hogy valami fára bújt, vagy valami ízére bújt. 100%. Miért ismered kis repülőkutya? Nem, azért nézi középen, mert nem bírja felfogni, hogy tudom, hogy látott engem. Ő mondta, hogy... Szabi, stopp. Állj meg egy helybe, adok egy kis segítséget, jó? Nem. Én is most visszamegyek a helyemre. Egyetlen egyszer most beírhatod azt, hogy Pernir. Nem! Egyetlen egyszer, ott ahol... Nem írhatná be! Mert jó fej vagyok. Nem írhatja be. Beírtad? Be. Oké, akkor GM3, és visszamegyek. Fú, de szar vagy. Tesó, messze volt tőled, direkt messze volt tőled, direkt nem ott izeltem. Ugyanannyira vagyunk kb, vagy voltunk kb. Csak ott beírhatta, hogy kb milyen közel bújkálnak az emberek. Ezt én nem érnem. Hát nem, hát most érted, te úgyis megtaláltál mindenkit. 100%, hogy itt van valahol, tehát 100%, itt valami 6... Honnan veszed, hogy itt van valahol? Mert azt írta, hogy valahol valami 6 blokkra van tőlem, vagy 5. Nem azt írta. Hagyjad már. Kim voltál nagyon messze a fáknál. De hát azért már, amikor erre jöttem, itt álltam ezen, és akkor írta, hogy 6, és tudja, hogy hát itt van valahol. Hát miért nem ott írtad be a Pernirt, ahol mondtam? Hát direkt ott jó távol voltál. Mozogtam. De várjál! Mozogtam, na jó van. Erre van valahol, 100%. Oké, ezt viszont nem én engedélyeztem kis. Hogy közben Szabi mozogjon. Én direkt megvártam, hogy jó távol legyen. Erre van valahol. Lehet, hogy egyébként igen, valamelyik fa tetejére bebújt. Vagy esetleg a föld alá. Vagy esetleg lehet, hogy a ház tetején is lehet. Nincs a ház tetején, aztán meg... Hoppá, a fegyverem. Kidobja a fegyverét. Én szerintem látom. Szabi, ez itt a fánál, itt van. Ott lent. Várján, hol vettem? Ó, én már tudom, hol van. Én is tudom, nézd, itt van. Erre nem gondoltunk. Mi? Ki? Ja, várjál, már visszajöttem GM-et. Jó. Jó, oké, semmi. Nekem van NPC-m. Na. Szabi? Várjatok, csia. Tesó, nem olyan nehéz. De nehéz. Kicsim úgy izgulsz? Nem. Nem? Mirogatok egy csajjal jelenleg. Ja, akkor segítsek? Szabina? Ne. Hát saját magaddal kapcsolatban. Ja, jó. Hát magammal nem akarok, mert most téged keresgél úgyis. Itt van valahol. Én nem megyek el innen, mert tuti, itt van a házba, vagy... Hát, jó, és nem fog megmozdulni. Hát épp ez a baj. Úristen, de olyan szinten nagyon könnyű helyen van egyébként, és soha nem fogod megtalálni. De azért ezt én nem mondanám, hogy könnyen. Hát... Nem, jó, másféleképpen vagy, nem tudom. Hát igen, de vajon észreveszi ezt a kis titkos gombot? 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 Szegény! Jó, azt hiszem, hogy már én segítek, nem gomb, mert végül ezt szokott teszni életed végéig, hogy hol van gomb, nem gomb. Ó, Istenem. Vajon megtalálja a kulcsot a rejtek helyhez? Kulcs. Kulcs. Ez most lehet ilyen izés. De jó, de állj. Nem tudom. Nézd az ég felé. Mondd meg, hagyd nekem. Megjelzem ezt. Ja, vannak ilyen szép zenék. Na, Szabi. Azt mondtad, nézek az ég felé, de hát itt nincs semmi. Elkezdtem csak random énekelni. Nézd. Én most azt mondom neked, hogy nézd a föld felé, akkor soha többé nem fogsz keresni izébe. De amúgy kis mennyi időn járunk Szabinál, mert nem tudom, nem számoltam, szerintem egy
10 perc minimum. 10 perc, tényleg, és egyikünket se. Nem tudom, írd már le nekem, hogy te hol vagy. Csak már kíváncsi vagyok. Szerintem te a izébe vagy, a tetőnél vagy valahol, de nem tudom, hogy hol. Tehát itt állok a tetőn. A Dani? Vagy nem, én? Te! Majdnem Szabinak írtam, hogy hol vagyok, Jézusom. Már kíváncsi. De hogy lehet bemenni? Úristenem, azért az elég izé. Hát, jó tesó, most ilyen se könnyebb, hogy látjuk. Nem az, hogy könnyebb, de azért... Hát, hogyha elkezdené megnézni, akkor megtalálna, tehát most én nem mondom, hogy nagyon tipikus. Igen? Már nem tudom, hogy néz ki az hát ezt nem hiszem el, az ajtóra rá lehet állni, most jöttem rá. De nem muszáj volt ráállni, tesó, ezt csak úgy ki is tudtad volna nyitni. Tudom, de most jöttem rá, hogy az ajtóra rá lehet állni, mondom, hol légy, nincs semmi. Na várjál, visszamegyek a helyemre. Dani fixa izén van. Nézd kis. Hol? Várjál, itt vagyok. Ez mi? Leraktam egy barátot is magamnak. Nézd! És nem igen, zárd le, vagy. Zárd le! Nem olyan túl, azért fentül! De, ez köcsög! Jó, hát akkor köcsög vagyok. Na, adjatok segítséget, mert már nem a hajón vagyok. Elmondtam Szabért, ez egy csíra hely, hogy mondjam másképpen, tehát... Nem olyan túl! Olyan helyet keres, ami nincs szem előtt. Hát, na, nesz! Na most így megyek, és így azért feltűnő nekem. Jó, az mindegy. Na, itt vagyok közben a Z-vel, Szabi NPC-mmel. Szabi, szerinted meg fog találni Szabi? De elkezdte rázni a fejét, tesó! Nem hiszem el, még az NPC se gondolja, hogy meg fog találni. De, megtalállak. Hát, a klónod, szóval mindegy. Jó, akkor segítsetek, még abban a labirintusban van? Hogy rárja ki helyeket. Nem. Fa tetején? Sziget széle, ennyit elmondok. Hogy kedves legyek. Tű. Mi van amúgy össze a hátadra jó, írva? Amúgy... Ez egy vonalkód? Vagy mi akar ez lenni? Nem, de most őszintén itt a sziget szélén mit tudok szerinted itt végig menjek itt a szigeten? Hát menj körbe szépen a sziget szélén, aztán csak fogsz találni egy fajtót. Szevasz! De amúgy ez nagyon izé hely, már őszintén. Ebben, és megtaláltál hamarabb, mint kis, egy kicsivel, jó, sokkal. Oké, mert azt mondtad, hogy sziget szélén. De amúgy meg ide senki, én nem jönnék le. És ráadásul nem is feltűnő ez az ajtó. Hát tehát... mégis megtaláltad egyből, és kicsit hamarabb, mint kisét. És raktál le egy fotelt is. Ha meg engem. Hát ez csodálatos. Hát te NPC-d volt itt, most valamivel szórakoznom kellett. Na, jó van, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Én nem. Tetszett. Írjátok le, hogy kövi bujocskában hol bújjunk el, és milyen bujocskák legyenek, és találkozunk legközelebb, és boldog karácsonyt mindenkinek, és boldog új évet. Köszönjük, hogy idén is itt voltatok, ti vagytok a legjobb nézők, hatalmas szív nektek. Szeretünk titeket. Ez az év is, lassuskák. Hello!